Nyár, kánikula és fesztivál dömping. Városunkban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az itt élők és az ide látogatók is minél élménygazdagabb hétvégéket tölthessenek el. Számos nagyszabású rendezvény jó híre jutott már el az ország számtalan szegletébe, így a Magyar Táncfesztiválé, a Barokk esküvői vagy a Gyürkőc fesztiválé is. Ezeknek az eseményeknek idegenforgalmi vonzereje van, hiszen ha most kitérek arra, hogy a Gyürkőc fesztivál, ami 6 éve megrendezésre kerül, és 50 ezer gyerek itt van Győrbe, és az 50 ezer gyerekkel természetesen szülők vannak, akkor azt mondom, hogy nem csak a győriek érzik jól magukat, hanem a Győrbe látogatók. Nekünk kifejezett célunk volt 2006-ban, hogy Győrt egy turisztikai látványossággá is tegyük. A közelmúltban új programmal is meglepték a győrieket, hiszen a Rotary Klub és a város közös szervezésében a 9. fröccsnapok mellett életre hívták a győri legendák napját is, hogy a hagyományokat és a helyi legendákat még közelebb hozzák az itt élőkhöz. Az időpont nagyon remek a fröccsnapokra, ez az időszak, ez a nyár, és hát a Kazinci Szép Beszédversenyt támogattuk, mert ez a rotaris rendezvény tulajdonképpen a várossal együtt, ez a Kazinci Szép Beszédverseny a bevétel azt támogatja, és hát itt voltak a legendák, újra megnyitottuk a pincét, szinte minden nap teltház volt. A rendezvények mellett tovább rajzolja a város turisztikai arculatát a Mobilis, a látogatóközpont, a vizes játszótér, vagy éppen a szállodafejlesztések. Emellett több olyan jövőben mutató projekt is zajlik, mely tovább lendítheti Győr turizmusát. Elkövetkezendő 1-2-3 éves időtávban is vannak fejlesztések Győrben. A víziturizmus fellendülését várjuk mindenképpen a mostani Duna meder rehabilitációjától. Folyamatos a kerékpárút fejlesztés, hiszen rengeteg sok kerékpáros turistánk van Győrben. Valamint a belváros rehabilitációja is folyamatosan zajlik, megújulnak a közterek, egyre több szobrot helyezünk ki, és a Dunakapu tér megújításával is egy újabb olyan közösségi teret szeretne kialakítani a város, ami a turistákat is csalogatja. A könnyebb tájékozódás érdekében a város megjelentetett egy kiadványt is, melyben a kulturális intézmények és a hozzájuk tartozó legfontosabb információk szerepelnek magyar, illetve német nyelven.